Sziasztok! Jöjjön akkor március 4. hetének az előrejelzése. Hát kemény hetünk lesz, főképp a 22-e, 23-a. Március 20-a hétfő, nyíntűz bivajnap. Kíváncsi és kicsi szomorkás napunk lesz hétfőn. Egyszerre fog minden érdekelni, és egyszerre lesz bennünk egy kis lemondás, hogy úgysem tudjuk meg azt, ami érdekel. Alapvetően nem leszünk túl nyíltak, nem leszünk túl kommunikatívak, viszont nagyon jó lesz a művészeti érzékünk és a kreativitásunk is, így ma a kreatív szakmában dolgozók járnak jól. Ma jó lesz az emberismeretünk is, így hallgassunk rá, ha bármi gyanúsatsuk bárkivel kapcsolatban. Március 21. kedd, Jangföld Tigris nap. Hirtelenek és lobbanékonyak lehetünk ma, hiába tűnik egy stabil napnak ez a mai. Egyáltalán nem lesz az. Bármi megtörténhet, bármelyik pillanatban, kicsit úgy, mint az új Oscar-díjas Minden, mindenhol, mindenkor című filmben. Bennünk lesz a mozgás, bennünk lesz az energia, és szükségünk is lesz rá, hiszen nem tudhatjuk, mi adódik a következő pillanatban. Engedjük el hát ma a kontrollt, hagyjuk magunkat, bár ez lesz a legnehezebb, hiszen az univerzum tréfájaként ma nagy lesz bennünk a szabályok utáni vágy is. Emiatt a kettőség miatt ez egy nehéz nap lesz, megvisel minket a sok ellentétes energia. Március 22. szerda a Yin-föld nyúlnap, újabb totális nyulas nap, így ma megint megkapjuk a nyúl energiáját. Nyugati asztrológiai szerint ez egy fordulónap lehet az emberek életében, alapvetően erős energiákat kapunk, ami nagyon megvisel mindenkit, így ez egy nagyon nehéz nap lesz, még ha a felszínen nem is tűnik majd úgy. Minden bántás ezerszeresen hat ma, miközben mindvégig mosolygunk. Az biztos, hogy akit eddig megviselt a nyúl év, az ma kiborul, mert csak nyúl energiák lesznek. Lehet, hogy emiatt az egyeseknek nagy változást hoz az életébe, hiszen néha a nehézségektől világosodunk meg, és jövünk rá igazi céljainkra. Minden esetre ma figyeljünk magunkra, figyeljünk az érzéseink. Március 23. csütörtök Jangfém sárkány nap, újabb erős nap, mikor az igazság és a becsület kerül előtérbe. Ma szigorúan óvok mindenkit attól, hogy szabálytörvényt szegjél, mert nagyon durva következményei lehetnek. Ma az univerzum egyértelműen a becsületességet, az igazságot helyezi előtérbe, ha ez ellen teszünk, akkor pedig jogi következményekkel sújt. Ma ugyanis találkozik a sárkány és a nyúl, és nincsenek a legjobb viszonyban, gyakran kerülnek peres helyzetbe. A Yin-Fa-Yang-fém kombináció is a becsületre hívja fel a figyelmet, a napban lévő fájkong pedig az erős energiákat és a megérzéseket biztosítja. Március 24. péntek, Yin-fém kígyó nap, kicsit nyugszik minden, az előző két nap erős energiái csitulnak, egy picit nyugalomra lelünk, és áthelyezzük a fókuszt a pénzre. Nagyon jó mai nap pénzügyi döntésekre, mert ma átlátunk a szitán, nem tudnak minket átvágni. Ez a pénzügyesek napja, ma ők adhatnak. Emellett a CPCT és a fogyókúra bizniszben utazók is sikeresek lehetnek ma, mert nagyon-nagyon fontos lesz a kinézetünk, így mindent meg is teszünk, hogy szépek és egészségesek legyünk. A tanulási vágy is fokozódik, így például a vizsgákon is jól szerepelhetünk. Ma. Március 25. szombat, Yang-vízló nap. Nagyon erős, elsodró erejű nap lesz ez. Nagyon sok érzelmet kapunk, ez ma nem a logika vagy a ráció napja, hanem az érzelmeké. Családi problémák, érzések jöhetnek fel, amiket hajlamosak leszünk túlreagálni. Ezek sokszor régmúltra visszavívő generációs örökségek, nem mostani családi feszültségek. Ha a családi karmától mentesülünk, akkor egy nagyon társasági nap elé nézünk, amikor egyszerűen imádunk emberek között lenni társaságban, barátok közt. Nagyon viccesek is leszünk ma, így biztos, hogy szórakoztatóak tudunk lenni mások számára is. Március 26. vasárnap, Yin-víz kecske nap. Tudjátok, mire tökéletes a mai nap? Hát az írásra. Ma tapzódik az írói vénánk, nem is leszünk túl szociálisak, inkább otthon, a megszokott környezetünkben tengetjük csendesen a napot. Közben pedig buzog bennünk a kreativitás, amit vagy írásban, vagy pedig a lakberendezésben tudunk kiélni. Amellett, hogy ez egy nyugodt nap lesz, nagyon változatos is lesz. Ez sem az a nap, amikor érdemes tervezgetni, ma tényleg hagyni kell, hogy haladjunk az árral, az energiákkal, és élvezzük a szépséget és a művészetet. Remélem tudtam nektek segíteni ezen a héten is, és szép hetetek lesz. Szerdán csütörtökön figyeljetek oda, az két kemény nap lesz. De azért legyen szép hetetek. Sziasztok!